Szatmárcsekén Isten tisztelettel kezdődött az ünneplés a református templomban, ahol Szocska Ábel, a nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye apostoli kormányzója és Fekete Károly református püspök hirdetett igét. A Kölcsei Társaság megemlékezésén az idén is kitüntették a magyar kultúra egy olyan kiemelkedő képviselőjét, aki életművével gazdagítja nemzeti kultúránkat. Idén a Kölcsei Társaság emlékplakettjét Szörényi Levente kapta. A kitüntetett ünnepi beszédében elmondta, pályájának kezdeti sikerei ösztönözték arra, hogy rokoperákat is szerezzen, melyek a magyarság múltjáról szólnak. A zeneszerző úgy véli, az István a király című rokoperában benne van az a remény, hogy az Istváni magyar nem törekszik a koppányi magyar megsemmisítésére. Jánosi Zoltán, a Kölcsei Társaság elnöke laudációjában hangsúlyozta, hogy Bartókhoz és Kodályhoz hasonlóan Szörényi Levente is felemelte a magyar népdalt oly módon, hogy a beatzenén keresztül jutatta el azt az ifjúsághoz. Szörényi Levente az 1989 utáni munkáival is, hasonló nyomokon halad. Az Attila az Isten című rock operája, aztán a Fehér Anna és egyéb rock balladái, és ezt teljesítik ki, illetve újabban régészeti kutatásokkal is foglalkozik, ez már nem tartozik a művészet körébe. Tehát egyöntetű volt a véleménye a testületnek, hogy az idén 70 72 éves szörényi Levente magasan megfelel ezeknek a leírt követelményeknek. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője szerint kultúránk, hagyományaink átadása nemzedékről nemzedékre a XXI. században is mindannyiunk kötelessége. Ami bennünk van, amit hordozunk, ahogy elhangzott az ige hirdetésen is, sok-sok generáción keresztül, azt kell ápolni, és azt kell továbbadni, azt kell megvédeni. És akkor én úgy gondolom, hogy a következő évszázadokban sem lesz azzal a probléma, hogy itt a Kárpát-medencében a magyarság így marad meg, mint ahogy most van. A Szatmácsakei templommal rendezett megemlékezésen közreműködött Csíkos Sándor színművész, valamint a Debreceni lautíciai nekkar. A rendezvény Kölcsei sírjának megkoszorúzásával zárult a község temetőjében, ahol az állami szervek, intézmények, pártok és civil szervezetek képviselői hajtottak fejet a himnusz költőjének síremléke előtt.